Na szevasztok gyerekek, én Sky vagyok, és ez pedig itt egy erdélyi kirándulás utáni videó. Már megérkeztünk, itthon vagyunk, már voltam is benne belvárosban, elmentünk bevásárolni, és tulajdonképpen ez most, most azért mondtam, hogy elmentünk bevásárolni, mert channel update videó, és lecseréltem a kontrolleremet. Nagyon sok jó fűződik ahhoz a Logitech F710-es kontrolleremhez is, de én úgy gondoltam, hogy mivel az eléggé szokott szarakodni, mivel vezeték nélkül is néha nem érzéke jó és állandóan elemet kell benne cserélni, ezért úgy gondoltam, hogy leváltom valami más kontrollerre, és úgy voltam vele, hogy ha már leváltom, akkor ne valami újabb gamepadet, vagyis hát PC-hez való, tehát alapból PC-hez kitalált kontrollert vegyek már, hanem valami konzolosat. Na ugye, én megszoktam az F710-nek ugyebár a kiosztását, mindjárt is mutatok nektek. Bár az F710-es kontrolleremnek ilyen PS alakú kiosztás van, szóval nem aszimmetrikus, hanem szimmetrikus kontrollerről van szó. Én ezt nagyon szeretem, hogy szimmetrikus, és én tulajdonképpen a kontroller csak rekitlégezésre használom, meg esetleg dörtözésre. Mással nagyon nem is játszott tulajdonképpen ezzel a számítógépen. Szóval, hogy ez a kontroller ugye szimmetrikus, és én nem akartam Xbox kontrollert ugye, ami aszimmetrikus, mert az külön meg kell szokni. Így is ezt is meg kell majd szokni. Sokkal jobb egyébként ezzel a kontrollerrel játszani, most itt van. Viszont több szempontból is jobb az. Ugye ennek, hát hát ezek a ravaszok ugye még úgy, ezek még úgy jók, de ezek nagyon kattogósak, és nehezebb őket lenyomni, mint ezen a kontrolleren. Aztán a D-pad nekem annyira nem jön be, szóval hogy ez a D-pad itt, ez a kis ilyen, mit tudom én, milyen D-pad, ez az Xboxnál se jött be, nekem az egyik Xbox kontrolleren se, ezen se jött be. Ezt is, hogy ilyen nehezen lehet csak lenyomni, annyira nem, meg hogy kattog nagyon az egész, tehát hogy jó, ezek a kis gombok, ezek teljesen jól szolgáltak nekem. Meg ez a két gomb is ugye már, a fő két gomb, ez meg ez. Szóval, hogy alapvetőleg ez a kontroller is sokat tett nekem, és sokat köszönhetek ennek a kontrollernek, de most úgy gondoltam, hogy lecseréljük őt. Egyébként ez a kontrollerrel semmi bajom nem volt, csak annyi, hogy állandóan elemet kell benne cserélni. Meccs közepén idegesítő, ugyebár amikor már ugyebár elég ide van merülve az elem, és elemet kell benne cserélni, nem mindegy. És sok jót tudnék még mondani erről a kontrollerről, és mindenkinek ajánlom, nem kerül sokba, nincs 20.000 forint ez a kontroller, és nagyon megéri, mert a Logitech mindig is ilyen minőségi cuccokat gyártott, és ebbe ez is beletartozik szerencsére. Jön az a kontroller, amit most vettem. És hát sokat vaciláltam rajta, hogy Xboxos kontroller legyen, vagy ez. Ugye, hogyha konzol kontrollerről van szó, akkor vagy PS, vagy Xbox. Na most a PS3 kontrollerről nagyon sok szart hallottam, szóval azt nagyon sokat hallottam róla, hogy ez nem olyan jó. PS4 kontroller is, ugye bár sokan fikázzák, sokan nem szeretik, nekem például bejön. És ebből már ki is találtátok, hogy PS4 kontroller nem akármilyen, nem fekete, nem fehér, hanem camouflage-os PS4 kontrollerről van szó. Igen, PS4 kontrollert vettem, nem Bluetooth-on keresztül, és nem pedig ilyen különféle ilyen érzékelőkön keresztül használom, hanem micro USB, vagy ezt így? Micro, na, elfókuszálnál? Na, végre. Szóval ilyen micro USB-s kábellel tudom összekötni a kontrollert és a gépet, és ezen keresztül tudunk így rakitlégezni is a kontrollerrel. Kicsit bugos ugyan, mert azt mutatja például az erre a kék X-re, hogy a betű, mert nem tudom miért még az Xboxos vagy a Logitech-es gombokra is emlékszik valahogyan, is kicsit bugos amúgy a rendszer, de tökéletesen működik. Ettől függetlenül ezt a kis lámpát, ezt vagy sem, nem tudom milyen lámpa vagy valami, ennek a színét lehet állítani a program segítségével, amivel össze tudom kötetni a kontrollert és a gépet. És nincs nagy fénye, szóval az hazugság, hogy ennek nagy fénye van. Az asztalmat alig világítja be.
az asztalmat alig világítja be, nem hogy az egész szobát, szóval nem, nincs nagy fénye, egyáltalán nincsen nagy fénye. Jó, mondjuk az igaz, hogy 50% volt, amikor rádugtam, és 50%+ jelzett, amikor már elkezdtem vele játszani, de akkor is, szóval nem hiszem, hogy ez százaléktól függően lenne, hogy milyen, hoppá, tehát hogy nem hiszem, hogy százaléktól függő lenne, hogy ez milyen erősen világít, ha igen, akkor még soha büdös életben nem akarom feltölteni 100%-ra, úgy érzem. A kontroller gombjaival és itt a ravaszokkal, ezekkel, ezekkel a gombokkal, ugyebár itt, ezekkel itt, ezeket is nehéz lenyomni, de én ezeket annyira nem használom, hogy ezeket nyomkodjam. Nekem ez a fontos, ez, meg a gombok, meg hogy ezek milyen precizitással tudnak ugyebár mozogni. Szóval nekem ez a lényeg, egy kontrollerben, itt végre normális kis D-padet kaptam, nagyon jó. Itt is a gomboknak megfelelően ugyebár szimmetrikus a D-pad a gombokkal együtt. És tulajdonképpen hát ezt a kontrollert ugyebár azért választottam, mert nem akartam rászokni egy aszimmetrikus, átszokni egy aszimmetrikus kontrollerre. És nekem valahogyan az Xbox régen jött be, manapság már nem jön be. Úgyhogy ezért is lett PS4 kontroller, a DualShock 4-es wireless kontroller. Meg is tudom nektek mutatni még a dobozát is, az is itt van csak. Tromokban helyben szegény doboz. Szóval íme, itt van. Itt van, hogy PlayStation DualShock 4-es wireless controller, Urban Camouflage. Camouflage. Úgyhogy ilyen kis skint kapott az én kontrollerem, és direkt ilyet választottam. Nagyon gondolkoztam benne, hogy milyen színű legyen a kontroller, mert volt volt fehér színű, volt ugyebár az alap fekete, az alap fehér, volt ezüst, ami nagyon szépen néz ki, viszont nekem annyira nem jön be az ilyen ezüstös téma, meg az ilyenek, volt kék, piros, volt egy olyan kontroller, aminek az volt a neve, hogy Uncharted skin, szóval az új Uncharted 4-es skinre volt megtervezve, és olyan kék színe volt, szóval nem ez a szép kék, hanem ez egy kicsit ilyen fakubb kék színe volt, aztán azt hiszem volt ez. És nekem mindközül ez az Urban Camouflage jött be. Nem mondom azt, hogy olcsó mulatság volt, mert akkor hazudnék, mert nem volt olcsó mulatság. MediaMarktban vettem. Ugyebár én ott szoktam ilyen kontrollereket vásárolni. Úgyhogy ezt is ott vettem a MediaMarktban, mondom, nem volt olcsó mulatság, viszont szerintem nagyon megérte, és nagyon örülök neki, hogy működik is, hogyha összepárosítom a számítógépemmel egy vezetékkel keresztül. Na hát gyerekek, ez lett volna a mai videó, és jön a Rocket League-es sorozat, jön már, holnap lesz is belőle azt hiszem videó, nem biztos, hogy holnap, lehet, hogy csak szerdán. Fogalmam sincs gyerekek, az is lehet, hogy előre fogunk felvenni videókat, és azokat majd úgy szépen töltögetjük fel a csatornára, Levivel fogom csinálni, és nagyon szépen köszönöm előre is Levinek a segítséget, amit fog nekem nyújtani. Ez alatt a sorozat alatt, meg azt a segítséget, amit egymásnak fog nyújtani, az is jó lesz. Én úgy gondolom, úgyhogy gyerekek, channel update videó, letudva, Erdély kirándulás, letudva, itthon vagyunk, lesznek gameplayek. Ha tetszett a videó, akkor like és feliratkozás!